Először rendeztek élménytábort Kisrécsén, Falusi kalandok névvel. Az óvodás és kisiskolás korosztályt megcélzó programon a falusi élet mozzanataival ismerkedhettek meg a gyerekek, valamint számos szórakoztató elemmel készültek nekik a szervezők. Már régóta szerette volna megvalósítani a programot Zsovár Adrián, hogy segítsen azoknak a szülőknek, akik a nyári szünet ideje alatt nehezen tudják megoldani a gyermekeik elhelyezését. Az ötletet mindenképp falusi környezetben képzelt el, hogy a városi forgatagban felnövő gyerekeket egy kicsit közelebb hozza a természethez. Ezért gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, hogy mégiscsak a modern világból egy kicsit kiszakítani ezeket a gyerekeket és a Hát a falu, meg a tiszta levegő igazából csodákra képes, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség gyerekeknek. Hát én mivel, hogy a gyerekeim úgymond adottak, tehát ez a négy és hat éves korosztály, úgymond a célközönség, de úgy lőttem be a korosztályt, hogy ez a négytől nyolc éves korig várom szeretettel a gyerekeket. A tábor öt napon keresztül reggel nyolc órától délután öt óráig tart. Stábunk ott járt, akkor éppen vízi biciklizés volt a program a helyi tavon. Ezen kívül a kicsik megismerkedhettek különböző tonyasi állatokkal, traktorozhattak, ijeszkodhattak, és persze a medencézés sem maradhatott el, illetve egy erdei kincskereső túra is várt még rájuk. Bognár Barbarának és Zsovár Emmának a sportosabb programok voltak a kedvenceik. Amikor a Benivel kicsit fociztunk, Lettem ez az, az a, volt a tervence, amitől a nyilattal. A résztvevők a tábor alatt sokféle állattal találkozhattak. Farkas Annának és Szentes Anna Máriának a velük kapcsolatos időtöltést tetszett a legjobban. Amikor elmentünk a barnáik házába, és simogattuk a cicákat, és azt játszottuk, hogy az állatokat megvédjük. Nekem is ugyanez, amit ő mondott. Nekem is ugyanez volt a kedvenc programom. Zsovár Adrien elmondta, a terveik szerint jövőre a napközis mellett már bentlakásos formában is szeretnék megvalósítani a programot.